A Fehérvár elleni 11 gólos bajnoki győzelmünk után optimistán várhatok a szombat esti Békés Csaba elleni találkozót. Ráadásul a közelmúlt miatt is bizakodhattunk, hiszen a két csapat utolsó 5 egymás elleni NB1-es meccsét egyaránt mi nyertük meg. Nagyon örülök, hogy összeállt a védekezésünk, mert volt egy kis probléma benne egy-két meccsen, hogy nem úgy teljesítettünk, vagy nem olyan volt a kapus és a védelem közötti kapcsolat, aminek kellett volna lennie, de örülök, hogy ezt rendbehoztuk, és hogy 20 gól alatt tartottuk ma is az ellenfelet. A hétközben remekül védő Januri Kinga ezúttal is bizalmat kapott Szabó Edinától, amit a meccs elején több védéssel meg is hálált, míg a túloldalon Trissuk Krisztina és Kovács Anna veszélyeztette legtöbbször a csabaiak kapuját. A vendégek sokáig csak az átlövőikben és az irányítóikban bízhattak, hiszen az első 30 percben sem szélről, sem beállóból nem kaptunk egyetlen egy gólt sem, így a félidőben 14-12-re vezettünk. Az volt a baj, hogy nem léptünk fel, meg behátráltunk a lövőkön, fel kellett lépni és paltolni, ami szerintem a második félidőben sokkal jobb volt. A fordulás után immár Oguntoja Viktóriával a kapuban fokozatosan növeltük előnyünket. A Glusicát alapból nélkülöző Békés Csaba Szögit is elveszítette a második félidőben. A meccs elején pedig 4 gólt szerző Valfist kiválóan hatástalanítottuk, így nem csoda, hogy 40 perc elteltével 5, míg 10 perccel a lefújás előtt már 7 gólos vezetésnek örülhetett a kilátogató közel 1000 szurkoló. Ez egy szuper hét volt, két nagyon klassz és nagyon fontos győzelemmel itthon, remek hangulatban, egy nagyon klassz közönség előtt. A meccs hajrájában, miután Ogut fejbe lőtték a vendégek, beszállt harmadik kapusunk Svetlana Gridnyava is a meccsbe, aki a jól megszokott módon megint csak hozzátette a magáit a csapat összeljesítményéhez. A hajrára pedig a 6 gólos Trissuk és az 5 találatig jutó Kovács mellé felzárkózott a szintén 5-ig jutó Klivinyi Kinga is, így simán 29-20-ra győztünk a Békés Csaba ellen. A siker értékét növeli, hogy ezzel bebiztosítottuk negyedik helyünket az alapszakaszban, sorozatban immáron harmadszor. Magyarország legjobb 4 csapatával bekerülni a rájátszásba, az egy fantasztikusan nagy dolog. Ez volt a célunk, ennek nagyon örülünk, és az, hogy továbbra is a saját kezünkben van a sorsunk, ez egy fontos élmény, és ez jó dolog. A következő bajnokinkat szombaton 18 órától az MTK otthonában vívjuk, a találkozó tétje pedig nem csekély, mert egy győzelem esetén továbbra is versenyben maradnánk az alapszakasz harmadik helyéért.